akkor, amikor megszületett a fiam, akkor így egy kicsit felszabadult időm, azt hiszem arra, hogy tényleg alkossak, és ne egy irodában dolgozzak. És szerintem kijött egyszerűen csak a valódi énem, amire mindig vártam. Nekem akkor még nem volt elég önbizalmam ezzel kapcsolatosan, meg egyrészt mindig alkalmazotti szférában dolgoztam, tehát hogy így a vállalkozás az így nagyon távol állt tőlem. Barátaim szóltak, hogy figyelj, ez most már kezd egy picit jobb lenni, mint aminek így indult, úgyhogy jó lenne elgondolkodni azon, hogy ez ebből valami több lehet. Megláttam a Nőklapjában egy hirdetést, és akkor ez a valami csak lesz, hát ha bejutok kisgyerek mellett, akkor még nagyon pici volt a fiam, és akkor így bekerültem a programba gyakorlatilag mindenben. Tehát, hogy átalakította a komplett mindsetemet abban az állapotban, amiben voltam, és olyan kapukat nyitott meg előttem, amikről nem is gondoltam, hogy léteznek. Attól tudok kitűnni, hogy önmagam vagyok. Attól tudok kitűnni, hogy megengedem magamnak, hogy azt csináljam, amit szeretek, és nem akarok hasonlítani valakihez. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy mindannyian hasonlítani akarunk valakihez. A referenciáinkat így tudjuk megállapítani, valamihez képest milyen vagyok én. És felszabadulni ebből, és elengedni, és azt mondani, hogy nem érdekel ez az egész történet, én csinálom, ami jön belőlem, és aztán majd valahogy biztos ez visszaköszön. De nagyon kockázatos, nagyon nehéz, de kifizetődő.